Sikeres duális képzés. 25 vállalkozás jelezte a Nyíregyházi Egyetemen, hogy részt venne a programban. Nem csak cégből lesz több, de képzésből is. Enyhe időjárás. Hamarabb érkezett az allergia szezon. A mogyoró és az éger már okozhat tüneteket. Szakmai összefogás. Szakember hiány van a vendéglátásban, ezért fontos a pincérek egységes képzése és továbbképzése. Olyan sikeres a duális képzés a Nyíregyházi Egyetemen, hogy a jövő tanévtől a jelenleginél több cég vállalna hallgatókat. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! 25 vállalkozás jelezte, hogy részt venne a programban. Nem csak cégből lesz több, de képzésből is. A gépészmérnöki mellett három új területen is megszervezték a gyakorlati képzést. A hallgatók a tudás mellett 60-70 ezer forintos ösztöndíjat is kapnak. Névsorolvasás géptanórán a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek az elsőéves hallgatók már nem csak az iskolapadban, hanem vállalatoknál is tanulhatják a szakmát. Meglepődtem, de tényleg komolyabb feladatokat is rámernek bízni az emberre, utána persze ellenőrzik, aztán az be is kerül a gyártási folyamatba esetleg, és tematikák során haladtunk úgy, ahogy a tantárgyaim is voltak már a fél évben. A hallgatók abban bíznak, hogyha jól dolgoznak tanulmányi idejük alatt, akkor végzés után munkát is kaphatnak a vállalatnál. Úgy látják, hogy a diploma megszerzése után jó eséllyel jelentkezhetnek az állásokra. Lerövidül a betanítási időszak egy mérnöknek is, amúgy megtanulja a céggel külön kapcsolatos dolgokat, és ugyebár én is megtanulom, hogy egy cégen belül hogyan kell viselkedni különböző emberekkel, és hogyan néznek ki a munkafolyamatok. Tavaly ősszel indult duális, tehát egyszerre elméleti és gyakorlati képzés a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény szakfelelőse azt mondja, ők is profitálnak a programmal, mert olyan tudást szerezhetnek a hallgatók, amit az iskolapadban nem tanulhatnak meg. Igyekeznek minél többet megtanítani a vállalati folyamatokból, főként azokat a készségeket, amelyeket itt nálunk nem tudja a hallgató elsajátítani. Gondolok itt a beilleszkedési folyamatra, a kommunikációs gyakorlatokra, a szaknyelvi készségek fejlesztésére, hiszen idegen nyelven kell ma már a cégeknél kommunikálni. Fóliával vonják be az autó kormányát az egyik nyíregyházi autószalonban. Itt, ebben a tanévben egy hallgatót fogadtak. Már az első fél év olyan sikeres volt, hogy a jövő tanévben három hallgató jelentkezhet gyakorlatra. Nekünk nagyon fontos az utánpótlás nevelés, hogy kerüljenek ki olyan szakemberek az életbe, amikor elvégzik az egyetemet, főiskolát, akik egyből tudnak dolgozni. Ez a duális képzés erre most alkalmat ad és lehetőséget. Tavaly szeptemberben csak a gépészmérnök szakon indult duális képzés. Még csak fél év telt el, de már eldöntötték, hogy a jövő tanévtől három új szakon, új cégekkel bővül a program. Az MG gépész területen három új, a közlekedésmérnök területen négy új partner, a gazdálkodás és menedzsment szakon pedig 13 partnervállalattal fog beindulni jövő szeptembertől a képzés. Múlt hétfőn járt le a jelentkezési határidő a következő tanévre. Most még nincs pontos adat arról, hogy hányan választották a Nyíregyházi Egyetem duális képzéseit, de az intézményben abban bíznak, hogy nem lesz gondjuk a beiskolázással. Hamarabb érkezett az allergia szezon az enyhe időjárás miatt. A mogyoró és az éger már tüneteket okozhat. Az általunk megkérdezett allergológus arra hívja fel a figyelmet, a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, azaz az influenza és az allergia tünetei hasonlóak. Így sokan összekeverik a két betegséget. Ezért amennyiben nem múlnak a panaszok, érdemes allergiatesztet végeztetni. Az allergia a szervezet válaszreakciója a testbe került allergén anyagokra, amelyek lehetnek például a virágok pollenjei. Az enyhe időjárás miatt a tavasz első hírnökei virágzásnak indultak, a pollennaptár is azt mutatja, a mogyoró és éger már okozhatnak tüneteket. Azonban fontos tudni, hogy az allergia és az influenza hasonló panaszokat okoznak. Ennek a két betegségnek a tünetei csak nem teljesen egyformák. Orrfolyás, könnyezés, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés. Fontos elkülönítenünk, hogy influenzáról, illetve allergiás megbetegedésről van szó.
Abban az esetben, hogyha minden évben, ugyanebben az időszakban jelentkeznek a tünetek, akkor az fel kell, hogy hívja a figyelmet, hogy inkább allergiáról van szó, illetve akkor, hogyha a hagyományos influenza tünetekre ezek a panaszok nem enyhülnek. Tehát értük ezt a lázcsillapítás, forró italok ivása után is ugyanúgy megvannak a tünetek, allergiára kell gondolnunk. Az allergológiai szakrendelésen gyorsan, egyszerűen lehet elvégeztetni az allergiatesztet. Az alkarra viszik fel a leggyakoribb allergéneket, azokat egy vékony kis fém eszközzel a bőrbe juttatják, majd a bőrreakció hevességét figyelik. Ebből tudható meg, hogy ki, mire és mennyire allergiás. 10 betegből 7 beteg allergiás lesz az élete folyamán. Értjük ez alatt ugye a légúti allergiákat, az ételallergiákat, illetve a bőrgyógyászati allergiákat. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez egy genetikailag meghatározott betegség, tehát ha az egyik szülő allergiás, akkor az utódnak 30% esélye van, ha mindkét szülő allergiás, akkor 60% esélye van arra, hogy allergiás megbetegedése lesz az élete folyamán. Az egyik legelterjedtebb és legtöbb embernél allergiás reakciókat kiváltó növény a parlagfű, amely jóval később július-augusztus környékén kezd majd virágozni, ekkor okozhatja majd a legsúlyosabb tüneteket. Gyorsabb áthaladás Ukrajnába. Ez a célja a NAV-nak azzal, hogy már nem kell a kiutazáskor nyilatkozni arról, mennyi üzemanyag van az autóban. A NAV 2012-ben vezette be, hogy az Ukrajnába utazóknak egy adatlapot kell kitölteniük, mennyi üzemanyag van a tankjukban és mennyi a kilométeróra állásuk. A hatóság célja akkor az volt, hogy visszaszorítsa az egyre nagyobb mértéket öltő üzemanyagturizmust. Ma már azonban a NAV tájékoztatása szerint nem indokolt fenntartani ezt az adminisztrációs terhet. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy már nem indokolt ezt fenntartani, ezért a NAV vezetője visszavonta ezt a 2012-es intézkedést, azonban fontos azt hangsúlyozni, hogy az Európai Uniós vámjogszabályokat, valamint a New York-i egyezményt, amely szerint a turistaforgalom az azt jelenti, hogy naponta egyszer kellettnek átalatni, azt továbbra is ellenőrizzük, és az intézkedés megszüntetésétől azt várjuk, hogy a határátkelés gyorsulni fog, tehát aki kifejezetten turisztikai célra, rokonlátogatásra utazik Kárpátaljára, az gyorsabban tud majd átkelni a határon. Szakember hiány van a vendéglátásban, sokan mennek külföldre dolgozni, mondta el kérdésünkre a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség regionális elnöke. Tóth Németh-Vegy Zsuzsanna kiemelte, ezért is fontos a szakma összefogása, a pincérek egységes képzése és továbbképzése. A szakácsok, cukrászok után a pincéreknek szervezett szakmai rendezvényt a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a Snitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület és a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen végzett pincérek, szakmai vizsga előtt álló fiatalok, szaktanárok, valamint éttermi és pincérmesterek is részt vettek. Értekezésük egyebek mellett arról szólt, a közelmúltban felismerték, eltérően oktatják és vizsgáztatják a pincértanulókat. Többször találkoztunk olyannal egy vizsgáztatás során, hogy azt mondja a vizsgázó gyerek, hogy de velünk ezt nem így tanították. Most ezeket a dolgokat tettük helyre, és a legnagyobb vendéglátó szakkönyvírónk, a Boleszák Zoltán úr írt egy gyönyörű szép könyvet, amiben összefoglalta azokat a fontosabb trendeket és szabályokat, amik szerint oktassunk, tanítsunk és vizsgáztassunk. A szakma több már elavult szabályt reformált, az újítások ebben a könyvben olvashatóak, de a rendezvényen néhány modernizált elvárást a Snitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület képviselője ismertetett. Évekig, évtizedekig azt tanítottuk, hogy ferdén vágott parafadugó legyen a zsebébe, mert ha netán mozog az asztal, akkor azt ki kell dugozni. Hát ma már nagyon kevés helyen mozog az asztal, ezek csavarozott lábúak, ezek összerakható asztalok, tehát most már ez sem él úgy, ahogy fölöslegesen ne dagadjon a zsebe attól a parafadugótól. A rendezvényen a pincér szakma jelenlegi helyzetéről is hallhattak az érdeklődők. Elég nagy problémával küzdünk, kevés a jó szakember, hiszen külföldre mennek, és ez az eltávolodás a szakmától azért ez a színvonal esetleges romlását is maga után vonhatja, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen fontos továbbképzéseknek, oktatásoknak a szervezése, ahol kiváló megyei szakemberek mondják el a szakmai követelményeket. Az előadások mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektettek a rendezvényen, fiatal pincérek mutatták be teendőiket, valamint a szakma legújabb trendjeit.
Századik születésnapja alkalmából bronz emlékéremmel köszöntötte Bernát Zoltánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat Budapesten. Az elismerésről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. A hétvégén rajtul a tavaszi szezon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó bajnokságokban. Az első osztályban, a másodosztály 3, valamint a harmadosztály 5 csoportjában több mint 130 csapat lép majd hétvégenként pályára. Borsod-Abaúj-Zemplén megye válogatottja nyerte a katasztrófavédelmi igazgatóságok csapatai számára kiírt országos tekeversenyt. A második helyen a rendező Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes végzett. Századik születésnapja alkalmából bronz emlékéremmel köszöntötte Bernát Zoltánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat Budapesten. Bernát Zoltán 1967-től szervezett öregdiák találkozókat a megyéből a fővárosba költözött diákoknak. Az összejövetelekről készült írásos anyagot a megye levéltárának ajándékozta. Bernát Zoltán éppen a legutóbbi könyvét dedikálja, melyet tavaly 99 évesen publikált. Az egykori tüzér, majd későbbi bíró minden írásában nagy hangsúlyt fektet a magyar nép szeretetére, a magyarság tudatra és a vidéki parasztok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye életére. A megyei önkormányzat bronz emlékéremmel köszöntötte fel századik születésnapja alkalmából. Bernát Zoltánnak a lakásán vagyunk, és a századik születésnapját ünnepeljük, és ebből az apropóból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak a bronz emlékérmét adományoztuk dr. Bernát Zoltán bácsinak, és ezzel is elismerve azt az életutat, azt a 100 évet, amelyet ő képviselt, azt az egyenességet, azt az igazságosságot, azt a becsületességet, amelyet ez alatt az idő alatt tanított másoknak is, és amelyet ő is egész életében úgymond viselt magán. És azt hiszem, hogy nagyon büszkének kell lenni rá, hiszen ő megyénk elszármazottja, nyíregyházi lakos, akihez fűződik például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei öreg diákok klubjának a létrehozása és megalapítása. Bernát Zoltánt a megyei levéltár és a Józsa András Múzeum közösen köszöntött a születésnapja alkalmából. 2015-től a levéltár kezeli Zoli bácsi írásos emlékeit. Az elmúlt évben kaptam egy telefonhívást dr. Bernát Zoltántól Budapestről, aki felajánlotta az ő családi iratait a levéltárnak. És mikor megérkeztünk ide Zoli bácsihoz, akkor lepődtünk meg igazán, hiszen Zoli bácsi akkor volt 99 éves, és hihetetlen energiával, szellemi frissességgel, emlékező képességgel mesélte el nekünk az ő életét, és adta át a levéltárnak a családi iratait, az ő szépirodalmi munkáit, illetve a háborús iratait. Bernát Zoltán a 100. születésnapja alkalmából állami elismerést is kapott a munkásságáért. A parlamentben Semjén Zsolt adta át a Magyar Arany érdemrendet, amelyet a életpályámért kaptam. Megmondom őszintén, hogy talán túlzás volt, hogy ilyen nagy kitüntetést kapjak, mint ahogy túlzás az a csodálatos gazdagság, amivel a Budapestre feljött Nyíregyháza múzeum levéltár jelentkezett. Ennyit nem érdemlek meg. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó bajnokságokban. Az első osztályban, a másodosztály 3, valamint a harmadosztály 5 csoportjában több mint 130 csapat lép majd hétvégenként pályára. Több mint 3 hónap szünet után szombaton útjára indul a labda a megyei labdarúgó bajnokságokban. Az MLS megyei igazgatósága Baktól-Lórendházán tartotta hagyományos szezonkezdés előtti liga napját, amelyen az aktuális tudnivalókról tájékoztatták az érintetteket. Szó esett többek között a társasági adókedvezménnyel kapcsolatos várható változásokról, valamint a márciusban kezdődő pályaépítési programról. Új lehetőség az edzők számára, hogy a jövőben egy lépésben megszerezhetik a felnőtt csapatok kispadjára szóló képesítést. Tavasszal indul az új edző
edzőképző tanfolyam az amatőr A, az amatőr C licenc, amely azt jelenti, hogy a felnőtt megye 1, megye 2, megye 3-as kispadra jogosít fel, tehát csak és kizárólag felnőtt edzők részére. Ilyen még nem volt Magyarországon ilyen edzőképzés, hogy teljesen külön választották az utánpótlástól. Ugye volt sok olyan edző, hogy most miért csináljon meg az utánpótlást, amikor én a felnőttel foglalkozok. Na ez pont nekik szól. Ugye ezzel kapcsolatosan is pár információt megosztottunk nekik, illetve biztosítottuk arról, hogy ősszel jön az utánpótlás C, tavasszal pedig lesznek ezek az úgynevezett amatőr C tanfolyamok. A téli időszakban több tornán vehettek részt a csapatok, amelyek lehetőségeikhez képest igyekeztek a legjobban felkészülni a tavaszi szezonra. A műfüves pályák hiányában azért ez a felkészülés nem feltétlenül mindenhol volt megfelelő. Tehát ugye nagyon sok olyan felkészülésről tudunk, hogy kisméretű pályán vagy terembe kezdték el, hiszen annak ellenére, hogy enyhén volt a tél, azért nagyon sok eső esett, ami ugye azért a pályákra nem mentek rá, hogy ne tegyék tönkre. De én úgy gondolom, hogy időben elkezdték a csapatok a felkészülést, az igazgatóság által szervezett kispályás, nagypályás tornák is ezt szolgálták, illetve a megyében nagyon sok saját kezdeményezésű kispályás torna volt, edzőmérkőzések, úgyhogy azt veszem észre, hogy felkészülten várják a csapatok a tavaszi szezon. Mi az igazgatóságon szintén felkészülten várjuk, nagyon reméljük, hogy különösebb probléma nélkül el fog indulni a bajnokság. A versenykiírás szerint az 5 harmadosztályú csoport győztese felkerül a megyei másodosztályba, ahonnan a 3 bajnok feljebb lép a megyei első osztályba. A megyei első osztály győztese osztályozót vív majd az NB3-ba kerülésért. Borsodabaúj Zemplén megye válogatottja nyerte a katasztrófa védelmi igazgatóságok csapatai számára kiírt országos tekeversenyt. A második helyen a rendező Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes végzett. A nyíregyházi tekecsarnokban 11 csapat tagjai léptek dobóállásba. Rendhagyó versenyt rendeztek a nyíregyházi tekecsarnokban, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezésében 6. alkalommal mérték össze tudásukat 4 fős csapatok, ezúttal 11 együttes tagjai léptek dobóállásba. A hazaiak érmes reményekkel vágtak neki a versenynek. Mi mindig a dobogón szeretnénk végezni, de hát az nem a győzelem a fontos egy ilyen alkalommal, hanem inkább a részvét, az, hogy találkozunk egymással, barátságok kötődjenek, ismeretségek kötődjenek, annak érdekében, hogy majd, hogyha egyszer élesben kell beavatkoznunk, akkor már ismerősként tudjuk egymást üdvözölni, és így jobban fog tudni végrehajtásra kerülni a beavatkozás is. De egyébként nagyon nagy jelentősége van a fizikumnak a megőrzésében, tehát a tűzoltóink azért jöttek el erre a versenyre, mert érdekli őket a sport, érdekli őket az egészségük, és hát az az igazság, hogy nekünk szükség is van arra, hogy hosszú távon megőrizzük az egészségünket, mert nagyon sokáig kell még a hivatásunkat gyakorolni. A versenyzők többsége abszolút amatőr volt, azonban akadt olyan is, aki jelentős tekésmúltra tekinthet vissza. Szuperligától kezdve az NBA egyik, sőt elmondhatom, hogy 2 nemzetközi megmérettetésen is részt vettem az elmúlt időszakban, viszont ezt a kezdeményezést, ami már úgy néz ki, hogy hagyományként kerül megrendezésre a nyíregyházi Teke klubban, ezt nagyon dicséretesnek és nagyon jó szándéknak tartom, hiszen egyre többen vagyunk az elmúlt időszakhoz képest, amikor egy 4 csapat részvételével zajló sportrendezvényről beszélhetünk. Most azért 11 csapat méreti meg a tudását, a lelkesedését beleadva, és igen sportszerű küzdelemmel azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes napot tölt. A versenyt egyéniben Zombori Tünde nyerte, csapatban pedig Borsodabaúj Zemplén megye válogatottja végzett az élen, megelőzve Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye együttesét. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Olyan sikeres a duális képzés a nyíregyházi egyetemen, hogy a jövő tanévtől a jelenleginél több cég vállalna hallgatókat. 25 vállalkozás jelezte, hogy részt venne a programban, nem csak cégből lesz több, de képzésből is. A gépészmérnöki mellett 3 új területen is megszervezték a gyakorlati képzést. A hallgatók a tudás mellett 60-70 ezer forintos ösztöndíjat is kapnak. Hamarabb érkezett az allergia szezon az enyhe időjárás miatt. A mogyoró és az éger már tüneteket okozhat. A tüsszögés, orfolyás, szemviszketés, azaz az influenza és az allergia tünetei hasonlóak, így sokan összekeverik a két betegséget. Ezért amennyiben nem múlnak a panaszok, érdemes allergiatesztet végeztetni. Szakember hiány van a vendéglátásban, sokan mennek külföldre dolgozni, mondta el kérdésünkre a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség regionális elnöke. Tótné Medve Zsuzsanna kiemelte, ezért fontos a szakma összefogása, a pincérek egységes képzése és továbbképzése is.
A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. Átmenetileg száraz levegő alakítja időjárásunkat, majd a tőlünk délnyugatra kialakuló ciklon előoldalán a magasban egyre enyhébb és ismét nedvesebb levegő érkezik fölénk. Éjjel eleinte változóan felhős idő várható, majd éjszakára átmenetileg csökken a felhőzet. Az esti órákig eső, zápor egyaránt előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A reggeli órákra helyenként kötképződik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 fok körül alakul. Holnap napközben tovább vastagszik a felhőzet, főként délutánig több-kevesebb szűrt napsütés is valószínű, a kötfoltok délelőtt megszűnnek. Elsősorban a nap második felében kisebb eső előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban is gyakran lesz felhős az ég, de vasárnap estig csak elszúrtan, főként délen és keleten lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet pénteken és szombaton nagyjából még az átlagos körül alakul, majd vasárnap átmenetileg jelentősen erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején ismét több felé eshet, és visszaesik a hőmérséklet.